Ingyen elszállítást ígért a Marosmásárhelyi önkormányzat a lakosoknak. A helyi sajtóban beharangozott jó hírről azonban hamar kiderült, hogy csak félig igaz. A szemetet elszállítják ugyan, de csak azt, amit előzőleg valaki illegálisan közterületre vitt. Az építkezési hulladékok például hónapokig virítottak a város utcáin. Három ilyen autóval szállítják el ezentúl a nem háztartási szemetet Marosvásárhelyen. Az önkormányzat azonban csak a saját területét fogja tisztán tartani a Szalubriszerv hulladékkezelő vállalat tulajdonában lévő kisméretű haszongépjárművekkel. Az autó kiszállása nem kerül pénzbe. A lakosság támogatása érdekében van ingyen. A sofőrnél van egy füzet, feljegyzi, kihívta fel, hová szállt ki. Amennyiben a betelefonáló a helyszínen van, aláírja a füzetben, így a csapatot is ellenőrizni lehet. Az autó 24-ből 24 órát szolgálatban van. A közterületekről valóban elviszik a bejelentett szemetet. Stábunkkal kipróbáltuk a rendszert a 0265 25 07 60 as telefonszámon riasztottuk a legénységet. Sokan a háztartási hulladék mellé más szemetet is kidobnak. Mint például ezen a Marosvásárhelyi utcasarkon, ahol négy zsák építkezési törmeléket találtunk, ezt a szemetes autó nem viszi el. Ekkor lép közbe a speciális kisautó. A helyi rendőrséghez be kell telefonálni, meg kell adni a szemét pontos helyét, innen értesítik a szalubriszervet, és a speciális autó legtöbb 20 percen belül kijön és elviszi a szemetet a szolgáltatás viszont itt ki ismerül, ugyanis a lakosok magánterületeiről nem viszik el ingyen a szemetet, sőt, aki az útra kiteszi, az jókora büntetésre is számíthat. Ennek ellenére az úgynevezett ingyenes szemételszállítás még több illegálisan közterületre kihelyezett szemetet eredményezhet.